A tamási aranyszarvas KHS-e rendezte meg a bulgáriai Combat Wrestling világbajnokságra a hazai válogatót felnőtt és veterán kategóriában. Szombathelyről megkerestek, hogy ott lett volna a haladás sportcsarnokba, viszont ilyen technikai okok miatt meghiúsult, és akkor visszajöttünk itt a megszokott helyünkre. Ez a Combat Wrestling Magyar Bajnoksága 2022-es, ez egy válogató a várnai őszi világbajnokságra. Ez egy, nem egy nagy létszámú verseny, ez egy professzionális verseny, nagyon hibrid sport, többfajta sportból jönnek, többfajta grappling stílusból. Az a nehézség, hogy mindenfajta lábfeszítés megengedett, ezt azért nem nagyon szeretik, úgyhogy mindig kicsi a mezőny, de a nemzetközi mezőny is, és azért Tamásiból vannak jók. Tehát amit láttuk, az a Nyirati Csongi, az nyert is egyet ma a felnőtt mezőnybe. Tehát juniorokat most kezdjük már próbaképpel indítani, nekik náluk még nincs ilyen elvárás, hogy nyerjenek, csak hogy érezzék ennek a hangulatát a felnőtt versenynek, de meg is nyerte az első meccsét. 20 körül vagyunk, nem sokan. Tehát minden súlycsoportban vannak hárman, legalább ketten hárman. Úgyhogy ez ilyen sport. Tamás, ez egy elég erős bázis, ugye én vagyok a magyarországi vezető, és mivel ezt ebben a stílusban nyomulunk, főleg ezért sok tanítványom, vagy sok eredményes tanítványom. Csizmadia Gyuri, aki veterán világbajnok, én is nyertem veterán VB-t, tehát azért vannak a korosztályos mezőnyben világszínvonal versenyzők, a felnőtt az még várat magára, ilyen Csongi lesz majd a felnőttben, tehát azt ki kell nevelni. Tehát olyan nincs, hogy felnőttként ezt valaki elkezd, és akkor felnőttként eredményes lesz, tehát ezt meg kell alapozni. Ugye ez egy olyan sport, ami alapilabdajátékok mellett tud egy alternatívát adni, és azért birkózgatni a legtöbb gyerek azt szeret, és akkor ebből így ki tudunk dolgozni. Rengetegen vagyunk, 49 gyerek ez most itt nálunk a sportokházában. Nyilván annak csak a töredéke lesz majd versenyző, és ez nem is kötelező, de ez a játékos megmérettetés, ez egyenlőre mindenkit érdekel a kicsik között is. A válogató a félértések elkerülése érdekében a szabályrendszer ismertetésével kezdődött. Egyenes vonalú legyen, a bokát viszont elcsavarni fogjuk, most egy szíves. Bokafeszítésnél arra kérek mindenkit, hogy boka fölött rögzítve legyen, így megtekerhetem a bokáját bármelyen szögbe, illetve tényleg vagy. Az is megengedett, ha átérdelek, és innen fölhúzom a lábát. A küzdelmek az engedélyezett technikák tisztázása után vehette kezdetét. A versenyzők között többen voltak, akik már komoly eredményeket értek el a küzdősportok területén. László MMA magyar bajnoki és grappling Európa bajnoki címmel rendelkezik, mint mondja, lételeme a sport. Én már egy 15 éve üzem ezt az MMA grappling témát, azért jöttünk ide, főleg Szőcs Gabi miatt, mert egyszer eljött Debrecenben, nagyon szimpatikus volt a sport maga, a mentalitás, amit képviselt, és eléggé réteg sport, mindig szerettem az olyan dolgokat, amit nem tömegek küzdnek, és érdekes a szabályrendszer, ez milyen technikai részlet, de sokkal több mindent lehet benne, mint a többi földhalas sportban. Én igazából már nem versenyzek aktívan, nekem ez már csak egy ilyen hobbi, az edzőteremben lévő fiúkat, lányokat edzem, és őket hoztam. Igazából nekem ez csak egy ilyen kis plusz, hogy akkor én is megmérettetem magam. Igazából, mivel 15 éve ezt csinálom, és minden nap, úgy nagyjából edzésben vagyok, de ez nem az a szint, ami egy profi sportolóhoz elég lenne, de ez nagyjából így elég, hogy szinten maradjak. Egyre kevesebb az olyan sport, ahol tényleges megmérettetés zajlik. Szóval nagyon sok olyan sport van, ahol mindenki aranyérmet kap, mindenki kap oktatást. Itt meg tényleg te vagy a szőnyegen, itt nem foghatod másra a kudarcot, de ugyanúgy a siker is teljesen ütét. Szóval mindig van egy rétege a fiataloknak, akik tényleg keresik az igazi kihívást, és ebben megtalálják. Antal a küzdősportok közül a birkózással kezdte a pályafutását, mint mondja, mára-mára mozgás a lényeg, és nem az, hogy komoly eredményeket érjen el. Persze egy élem mindig büszkeség. Ezt a sportot ezt igazából csak egy pár éve, ez ugye egy ilyen különleges kever szabályrendszere a jitsunak, a grapplingnek, a birkózásnak, a szambónak. Én alapban egyébként birkózó vagyok, meg birkózó edző vagyok, azt egyébként 94 óta birkózok. Ez a combat wrestling, szerintem 18-ban találkoztam először, egy nagyon kedves pécsi barátom említett, hogyha van kedvem kicsit versenyezni, akkor jöjjek-e, keressem meg a Gabit. Megkerestem a Gabit, megnyertem első versenyen a felnőtt válogatott, utána meg az Európa-bajnokságon nyertem egy bronzérmet, utána megjött a Covid, úgyhogy azóta ez igazából tártalan volt. Én jól szeretném érezni magamat, nekem nincsenek már ezzel komoly céljaim. Nyilván a birkózás, mint olimpiai sport, ugye nagyon komoly felkészülést igényel, én már ahhoz már kevés vagyok, ott már a 17-8 éves srácok ellen is handicappel indulok. Itt igazából ez egy ilyen amatőr, kicsit ilyen buli jellegű történet, úgyhogy évente egy-két versenyre ez pont jó, hogy egy kis izgalom legyen.
A tornamegyeiek kitűnően szerepeltek a talán eddig legerősebb válogatón, számos dobogós helyre zárták a versenyt. A Tamás Iván kvalifikált versenyzőket várja a várnai tatami, ahol kombat wrestling világbajnokságot rendeznek meg októberben.